Zalaegerszeg Botfai város részében él Jakab Dávid. Házuk előtt egy varrógépből kialakított kis traktor jelzi, jó helyen járunk. A régi gépek szerelmese éveket áldozott egy Pannonia motor, egy Trabant és egy Hofer traktor felújítására is. A 27 éves Ács minden szabad idejét a számára fontos kincsek felkutatásával és életrekeltésével tölti. Édesapám is szerette az ilyen régi dolgokat, és már gyerekkoromban én is elkezdtem gyűjtögetni mindenféle régi pénzt, akkor ilyeneket. Kovács szerszámok, akkor motorok, régi angol matchboxok, magyar lemezárugyári játékok, úgyhogy minden. Ez a Hofer traktor 1950-52-ben készülhetett a Vörös Csillag traktorgyárnak nevezett üzemben. A több mint 2,5 tonnás gép egyhengeres, 5800 köbcentis. Dávidnak 2 éve sikerült megszereznie. Az elmúlt másfél év alatt a legapróbb alkatrészig szétszerelte. Most tökéletes állapotban áll, csak a kedvünkért hozza ki, hogy meghallgathassuk a legendás öblös huppogást. Dávid azt mondja, ez a traktor valójában meglehetősen primitív szerkezet, de a földművelés történetének fontos állomása volt. Állati erővel művelték a földeket, utána jött a Hofer traktor, után jöttek korszerű traktorok, hoztak zetorokat Magyarországra, és sajnos a legtöbb a Mételpen végezte. Munkamódszerében nem ismer megalkuvást, mindenből csak a legjobbal éri be. Lehetőleg apróbra szétszedni, és ami kopott, ami nem jó, azt újra csinálni. Az életben is, mert úgy vagyok bele, hogy én eldöntöm, hogy nekem kell valami, vagy meg lesz csinálva, addig nem maradok nyugton, amíg az úgy nem lesz. A fiú már azt is tudja, mit csinál majd jövő nyáron. Ez a traktor a felújítotthoz képest néhány évvel későbbi típus. Dávidnak már most csillog a szeme, amikor a következő munkáról beszél. Ez jobban meg lesz csinálva. Abból tanultam, hogy mit kéne másképp, és ezt szeretném tökéletesebbre. Számára a szerelés és a végeredmény egyaránt fontos. Megmenteni, meg maga az élvezet, hogy ezzel menni már hatalmas élmény. Egyébként nem kell egy nagy számra gondolni, mert elég fapados egy jármű, meg aki ezzel dolgozott naphosszat, azt nem irigylem, de így találkozókra elmenni, ez hatalmas élmény. Dávid azonban nem csak felújít, nála olykor a régi eszközök új funkciót is kapnak. Vannak olyanok, amik még sorsukra várnak. Ezt csak azért vettem meg egy veterán bőzén, hogy majd a falra ki lesz szakasztva. De vannak olyanok, amik már új szerepben szolgálnak tovább. Csavarkulcsokból fogas, varrógéplábból lépcsőkorlát, pincekulcsból fiókfogantyú. Matchbox gyűjteménye pedig önálló berendezési elem. Hogy a nagyobb darabokkal mi lesz a jövőben, Dávidnak természetesen arról is határozott elképzelése van. Mindenképpen az, hogy egy múzeumot létrehozzak, és ez az miatt van, mert szanaszét vannak a motorok, autók, játékok, és jó lenne az egész dolgot egybe látni. Az embereknek meg lehetne mutatni, hogy mégis mik voltak régen. Egyelőre azonban biztosan kis szünet következik a nagy vágyakban. Dávid ugyanis a napokban apuka lesz. Pár év múlva viszont már kisfiával együtt űzheti a hobbiát.